Lekoptok rá szkolni. Szóval csak hogy tudjátok, elképesztően jó vagyok kameraszögekben. És... rengeteg minden kell. És ide vezetett az első utunk. Mert ma bevásárlós nap van, úgyhogy gyertek velünk és vásároljunk. Első megállónk tusolófejet venni. Nem rossz, de lehetne jobb. Úgyhogy... Nem őrült tempóban, de haladunk. Vagy valami olyasmi. Azt hiszem, hogy haladunk. Egész jó. Nagyon élvezi. De jó. Úristen! Oké. Okay. Mit akartam mondani? Azt hiszem, brutál már. Brutál már van. Meg vagyunk nagyjából mindennel, amit szerettünk volna ma elintézni. Úgy gondolom, hogy el van intézve. Egy IKEA kör van még hátra, de nem érzem magamban az erőt az IKEA körhöz, meg az időt sem, hogyha őszinte akarok lenni. Most hazamegyünk, kicuccolunk, még visszafele meg kell állni egy másik ekofemibe. Nem volt az a felmosó, amit szerettek. És felmosó téren kifejezetten OCD-s vagyok. Hazafele még meg kell álljunk egy ekofemibe megvenni azt a felmosót, amit szeretnék. Utána hazamegyünk, kicuccolunk. Körülbelül ennyi mindenre lesz időnk. Imádom, hogy ez megvan felvételen. Gratulálok hozzá. Hát valószínű, hogy valahogy segednél valami. És utána indulunk haza, ugyanis Misternek még dolga van, és egy kocsival vagyunk. Úgyhogy a mai napban körülbelül ennyi fér be. Nekem holnap jönni is kell vissza, mert holnap jönnek a festők. És utána fogok tudni takarítani, kipakolni, stb. Úgyhogy induljunk, és a lakásból folytatjuk. Az van, hogy az autóm sehogy nem alkalmas vlogolásra, hogyha egész őszinte akarok lenni. De be akartam nektek jelentkezni, ugyanis amióta nem találkoztunk, azóta mi hazajöttünk vásárhelyre, és én most megint jövök vissza Pestre. Nagyon várom, hogy vége legyen ennek a költözős egy-két hétnek körülbelül. Nagyon nem szeretném, hogy tovább tartson. Azt tudtam, hogy holnap jönnek festők. Ezért nem is kezdtem el igazából kipakolni. Csak a bútorokat raktuk össze, viszont a faszikám kitalálta, hogy ő még ma este el akarna jönni. Az útvonalon veszély várható. Bocsánat, hogy megzavarom a vlog menetét, de menet közben, miközben vágtam, rájöttem, hogy elég sok helyen hiányos, mondhatjuk így is. Úgyhogy be akartam ugrani, hogy egy kicsit jobban megmagyarázzam igazából, hogy mi is történik itt menet közben. Az első rész, amit láttatok, az egy villámgyors Bauhaus és Ecofamily bevásárlás volt, utána visszajöttünk öcsivel ide a lakásba és kipakoltuk a cuccokat. De mire végeztünk, addigra rájöttünk, hogy elképesztően meg vagyunk csúszva, és Sanyinak mennie kell haza, mert a lovardában dolga van. Úgyhogy ezzel a lendülettel mi igazából el is indultunk haza, de éppen mielőtt az autópályáról lejöttünk, ami azt jelenti, hogy 20 percre voltunk otthonról, hívott a festő, hogy ő nagyon szeretne még ma eljönni és felmérni igazából a lakást, hogy mivel készüljön másnapra, mindegy, lényegtelen. El akart jönni még aznap megnézni a lakást. Úgyhogy hazamentünk öcsivel, megkajáltam, és ahogy megkajáltam, jöttem vissza. És ugye nyilván akkor már itt is aludtam, úgyhogy aznap átjött Barbie, segített felvenni egy videót, amit le kellett adjak, és másnap reggel 7:30-kor megérkeztek a festők. A festőbácsi közölte, hogy 2 napot fog igénybe venni a festés, úgyhogy én azzal a lendülettel felkaptam a kis cuccomat,
Bepattantam a kocsiba, és elindultam haza. Innen van egy kis videó részlet, amit akkor vettem fel. A vége lesz ennek a hétnek. Rebeka nagyon boldog lesz, ugyanis, ha jól sejtem az utolsó bejelentkezésemkor, éppen Pestre tartottam. 5 perc múlva megint vásárhelyen vagyok. És csak másnap van. Úgyhogy... Szóval, péntek van, délelőtt 9 óra 53, mindjárt vásárhelyre érek, és holnap délutánra mehetek vissza a lakásba, ugyanis kész lesz a festés. Most a festők ott vannak. Ez egy minimális adminisztrációs probléma, ugyanis ezt bőven el kellett volna intézni azelőtt, hogy felcuccolok, de mindegy, káosz volt az egész hét. Holnaptól mehetek, kezdhetek pakolni, és végre talán berendezkedhetek. Most pedig jövünk vásárhelyre, ahol lesz egy kis lovardai programunk, ezen kívül szerintem elmegyünk édesanyámmal venni pár dolgot, ami még kell a lakásban, és körülbelül ennyi, nem tudok mit csinálni, amíg festenek, úgyhogy dolgom nincs itthon, azt hiszem, de nincs más opcióm, úgyhogy itthon vagyok. Ezután nyilván, ahogy hazaérkeztem, a következő klipből látni is fogjátok. Megkajáltam, összekészültem, és elindultam intézni az otthoni semmilyen dolgaimat igazából, és boldogítottam a családomat. És volt tervben, hogy ha már otthon vagyok, akkor lovagolni fogok, de azt nem vettem számításba, hogy aznap volt patkolós nap, úgyhogy azt is láthatjátok majd, hogy nagyjából hogy történik egy patkolás. Pár behind the scenes képet bevágtam nektek, hogy meg tudjátok nézni. Gyorsan befutunk a céghez, köszönök édesanyának, meg beszélünk két szót. Sehogy se álltok jól, úgyhogy bocsi. Utána indulunk Katanyára. Hogy hazaértem, kajáltam, carnivore, nyomjuk keményen. Szeretnék majd csinálni egyébként egy rendes deep dive kérdezfeleleket mindenről. És ott egy kicsit jobban megpróbálok belemenni részletekbe is, de a lényeg az, hogy ez a fél év mindentől távol, elvonódva, nem is tudom, hogy mondjam így, itt vásárhelyen, családdal, lovardában hibátlan volt, és most már érzem azt, hogy szeretnék mindenbe visszatérni, érzem magamba az akaraterőt. Nagyon csinálnék most már mindent, hogy jéj. Oké, menjünk céghez, aztán lovardába folytatjuk. Sleeping for the shit. Some be beaming, body weakin', I'm just leaking when I'm hits. Full of envy while they staring and they reeking cause they pissed. Moving selfish, we ain't sharing, can't be tweaking off no bitch. Screaming beast that go dumb, I be retarded with the pics. Lines punching on target with no shopping, be a bitch. And she taking by the fit, making burning so I'm crisp. Why I sell, be the smell, the sauce simple when it drip. Like the water, I need me some baller. I see me go IED, no Ivy League can't bother. Sorry mama, I don't fit in honors. Nagging me 100 times, this shit still the product, so I just wanna pop it off, jumping the whip with 7s up. Feelings like some soda, I prefer to keep it bottled up. Nobody can copy us, I put in work way too much. Go mind your business like the witness, we all knew you was. És ezután egyébként, ahogy nézegettem így a videó felvételeimet, fotóanyagaimat és a többit, szombaton jöttem vissza Pestre, a lakásba úgy, hogy kezdhetek pakolni, takarítani és minden ilyesmi, viszont szombaton Zsófival elmentünk egy szülinapi bulira, úgyhogy a szombati nap az szinte teljesen kimaradt, és vasárnap kezdődött a nagy pakolás, és innentől kezdve több mint egy héten keresztül minden nap takarítottam, a cuccokat pakoltam, ruhákat hajtogattam, és erről természetesen vannak anyagaim is. Well, she's in my car, but she's out of my league. Only in my arms temporarily. She looks pretty. Madár csicsergő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na hoppá. Menjünk és bulizzunk!